Vásári André minden. Igen. A vendég. De leült, és azt mondta, hú, de jó volt ez a beszélgetés, pont most olvasom ezt a könyvet. Illetve most kezdem el majd. Na, a sorsot akarsz hangolni? Hú, ez jó kérdés. A lényeg az, hogy engem néha megtalálnak így bizonyos könyvek, és ez a könyv, ez most így megtalál. És megtalálnak műsorok, mert hogy nézd a konyhafőnökbe, indulsz, ugye a konyhafőnök VIP tegnap indult-e, és a Ninja Warrior. Hogy lehet? Csak kérdezem, és most itt ülsz, tehát hogy lehet egyszerre két nagy csatornán lenni? Totális teljes véletlen. Ó, ezt leveszem. Pedig jó, okosnak. Köszönöm, legalább ezzel. A két műsor egyébként teljesen ellentétes, vagy teljesen más időpontban lett rögzítve, az egyik még tavasszal, a másik pedig most nyáron. És igen, hát a konyhafőnök VIP lesz most, és mindegyik most egy héten belül indul el, ezen a héten. Én holnap kezdek a konyhafőnökben, úgyhogy hát izgatottan várom. Hát az is egy nagy utazás, egy nagy önismereti utazás. Akik már voltak az előző évadokban, mindenki azt mondja, hogy hát egy nagyon komoly stressz helyzet, a határaink feszegetése, egy belső utazás, hogy mit bírok, de fölkészültél mindenre? Nem, én nagyon őszinte leszek. Én amikor először megkerestek, akkor kapásból azt mondtam, hogy nem, mert én nem tudok és nem szeretek főzni. Tehát nagyon jó ez... vagy ebben. A legjobb helyem. Akkor csak... ez a műsor nekem való. Nem tudok semmit, megyek. De komolyan, és egyébként ez volt a lényeg, és akkor más... Akkor itt más volt a hívó szó. De, már várom a kommenteket. Nem. Amikor másodjára megkerestek, akkor pedig így a családban belül, akik nagyon jól ismerek, mondták, hogy figyelj, felejtsd el, tehát hogy ez tényleg ne járasd le magad, mert nagyon gáz leszel. És azt mondtam, hogy igen, akkor azért is, úgyhogy... Igen, és akkor kézzétek el, két hónap így volt. Szereted a családodat? Imádom őket. Olvasd el ezt a könyvet, ami most ott van. És két hónap volt így a szerződés meg a műsor aláírása között, és így kaptam ugye egy ilyen felkészülési anyagot, és megnéztem, és azt mondtam, hogy... Szóval teljesen esélytelen. Tehát két hónap alatt... Azt hittem, hogy ezt így megcsinálom. Nem, tehát a nulláról ezt esélytelen megcsinálni, úgyhogy én úgy mentem el a forgatásra komolyan, hogy nem úgy, mint néhány kedves csapattársam. Jó, nem mondj semmit, légy szíves még, mert ne... Nem spoilerezek semmit, de tényleg én úgy voltam ott, hogy a bemutatkozó ételemet, ami egy rendkívül egyszerű történet lesz, ezt majd lehet látni, azt tudtam megcsinálni. És onnantól kezdve olyan voltam, mint a gimiben volt ilyen időszak, hogy amikor, nem tudom, nektek volt-e ilyen, hogy bementetek a suliba, és tudtátok, hogy te biztos magántanuló volt. Nem voltam magántanuló soha. Érettségid van? Nem. Van, igen. Na, a lényeg, hogy... Akkor még az a világ volt, hogy kellett a papír. Hát most már nem, de... És az volt, hogy ott volt az, hogy mit tudom én, bementem, volt 7 óránk, és tudtam, hogy 5-ből lesz felelés, vagy teszt, vagy dolgozat, és amikor tudod, hogy semmit nem tudsz, de be kell menni, és ott kell lenni. Úgyhogy ez egy hatalmas ilyen... Jó, de nyilván azért szívott magadba a tudást, tehát ott vagy, nyilván jön egy versenyhelyzet is, egy versenyszellemiség, azért te voltál már tehetségkutatóban, tehát pontosan tudod, hogy ez milyen nyomással jár. Ebből a szempontból azért előnyt élveztél, mert ez sem igen, nagyon abszolút más. Nem összehasonlítható, mert a tehetségkutatóban azért olyan műsorban mentem, amit tudok, amit tudtam, amit tanultam, amire képeztek. Itt pedig inkább az volt, hogy próbáltam így összelesni, ilyen fél infókat elkapni. Óriási mákon volt egy csomószor. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy elolvassa az ember ezt a felkonfot, és azt mondja, hogy séf, jó, hát ezt el tudom képzelni. Ninja Warrior? Tehát, hogy ha a séfben így vettél részt, akkor hogy képzeljünk el a Ninja Warrior-ban? Úgy spoilerezném, de ezt nem lehet, de a Ninja Warrior az kb. Ugyanez volt, felhívtak, lesz egy ilyen VIP adás, egyetlen egy adás lesz, és 21 ismert embert megkeresett. Ott is a családod azt mondta, hogy ne égesd le magad? Nem, ott én mondtam azt magamnak először, hogy hát ez nagyon kemény, és tényleg az volt, és azt mondtam, hogy elkezdtem ugye sportolni, így raktam ebben nagyon sok energiát az elmúlt időszakban, és azt mondtam, hogy megpróbálom, és utólag nem bánom, de ez a műsor, ez tényleg nem csak arról szól, hogy most meg tudod-e tartani magad, vagy át tudsz ugrani 20 métert, vagy mit tudom én. Ha nem?
hanem nagyon, ez is, hanem agy. Tehát mentálisan nagyon ott kell lenni, igen, az biztos. Tehát én nézem, és én ezt látom a civil versenyzőkön is, hogy elképesztő, ha nem rakod össze, ha nem vagy úgy agyban, nyilván nagyon nehéz kizárni, mert közönség, fények, tényleg egy elképesztő nehéz pálya, akkor gyakorlatilag nincs esély. És nem lehetett kipróbálni. Tehát amikor mi oda mentünk, hát és így megláttam a díszletet, itt hiszem, hogy ezt nem hiszem el. Tehát már az annyira félelmetes volt. Ezek nagyon nagy díszletek, és nem lehetett rá felkészülni itthon sem, tehát lehet itt bizonyos edzéseket csinálni, de ekkora díszlet nincs Magyarországon. Mi a következő műsor, amit nem tudsz és láthatunk benne? Nem tudom, az még nem tudom, de amiről nagyon szeretnék beszélni, az a Random Shooting D nevezetű. Erről fogunk beszélni még hozzá a reklám után, mert most elmegyünk egy rövid szünetre, nem engedünk el, mert hogy egy rendhagyó fotósorozat készítettél, és azért azt meg, vagy veled készítettek, igen, és ezt szeretnénk megmutatni, jó? Ugye önök is kíváncsiak rá, ha így van, akkor tartsanak velünk a szünet miért után, már is folytatjuk az évre. Jó, de hogy ezt gondolkodom, milyen műsorba induljak, amit nem tudok, tulajdonképpen mindegyik. Elég nagy a repertoár. Na jó, mindjárt jövünk vissza. Jó reggelt! Jó reggelt! 8:30 van most már. Mélyül a hangja, 9-kor ordít. Vásári Andréval folytatjuk. Mindig. Hát még mindig, lehet. Az ember, aki elmegy a tévéműsorokban, és nem ért semmit. Köszönöm szépen, Anita. Ma van a tolerancia világnapja, úgyhogy ők szépen készül. Csodálatos hangod van, de hát ami van, azt nem lehet elvenni. És remekül nézel ki, egy teljes átalakuláson estél át itt az elmúlt időszakban, amikor bejöttél, meg se ismertelek. Nem, már hát voltam. Tényleg? Már. De tényleg? Zolival régen, 1000 éve nem találkoztunk. Hát voltál azóta, de hogy ami, ahogy én megismertelek téged, hát ég és föld, hát nagyon régóta, igen, ismerjük egymást, úgyhogy, és most el is készült egy csodálatos fotósorozat. Ó, Dani! És rögtön ezzel kezdjük. Na, a lényeg, szatyoranyagba csomagolt Vásári Andrét láthatjuk. Ez egy elemezzem? Akarjátok? Óvatosan is finom van. Az a lényeg, hogy ez egy nagyon régóta működő kezdeményezés, a Random Shooting Day, igen, amit Kockáé, Horváth Kocka hozott létre, és ennek a lényege, hogy különfajta kreatív szakemberek, sminkesek. Ez egy olyan másfél nap lehetett ezt felrakni az arcodra. Nagyon-nagyon nagy pörgés volt, és tehát a bőröm a nap végére azt hittem, hogy így tépem le, mert ilyen 3 óra alatt kellett kb. 5-8-10 olyan sminket feldobni, hogy kemény volt. És itt az a lényeg, hogy tehát sminkesek, stylistok, tervezők összefognak, és mindenfajta koncepció. Hát, ez készült a nap végén. És egyébként nem. Nem? Egyébként nem. Ez egy smink. Ja, hogy smink. Én is kapcsolom. Még jó, hogy engem lecsesz, de tolerancia, na, és végig szurkálod. És általában minden évben van egy, fel kéne ismert embereket, és minden évben van egy kiállítás, ahol árverezik a képeket. Így van, elképesztő jó fotók. Igen. Ez is mindegy. Pont itt az van, hogy tényleg így ledobjuk a láncokat, és el lehet egy kicsit szabadulni, tehát nincsenek korlátok. És az idei évben, mivel a 21-es éve a Down-szindrómás gyerekek éve, ezért a rejtett kincsek alapítvány javára lesznek elárverezve. Jól mondom? Jól mondtad, az első, egyből jól mondtad. És annyit szeretnék még mindenképpen, hogy például a sminkes hölgy, képíró Andrea, ő jelenleg ez idáig az egyetlen olyan magyar sminkes, aki a kreatív smink világbajnokságon 3. helyezett ért el. A fotós Vlecsek András, nem tudom a nevét jól kimondani, mert 3 magánhangzó van az elején, ugye? Vlecsek. Igen. Kocka, és Már Robi pedig a ruhákat adta, mondjuk pont nem itt. De itt pont elvette a ruhákat. Itt meg vártunk. Beszéljünk arról, amihez értesz. Igen, koncertek. Ja, nem. Igen. Igen. Mire készül zenének? Hát most jön a karácsony időszak, én nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot, mert imádom, és karácsonyi koncertek nem annyi, mint a Covid előtt. Ha bár mindenki tudom azt mondja, hogy fújra beindult meg minden, én nem tudom, én szerintem
nekem legalábbis annyira nem. Tehát kevesebb a koncert, és most egyébként is megy az izgalom, hogy mi lesz. Illetve lesz egy duett Tandi Flórával, amely pedig, hát arról sem lehet elmondani még semmit, de egy nagyon-nagyon tőlem nagyon-nagyon táv, szokatlan stílusban készült duett, ami majd még lehet, hogy idén megjelenik, de a videó az csak jövőre fog kijönni hozzá, úgyhogy koncertek vannak, ez az új dal. Hát akkor azért van zenei kalandozás. Van, tehát megmaradtam az éneklésnél, tehát ezek ilyen side effektek, a műsorok és az ilyen jellegű kezdeményezés. Na hát izgulunk érted a konyha. Na hát menjek már innen, tudom. Tényleg, menjek már innen, izgulunk érted a Ninja Warrior-ba, és sok koncertet. Nagyon sok sikert a képek árverezéséhez, ez egy fontos ügy. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.